Ugye ide a táskát, azt meg minden távolabb próbálnak attól elhelyezni. A kezdés előtti utolsó eligazítás zajlott nem sokkal reggel 9 óra előtt a Szekszárdi Garai János gimnáziumban. Itt hétfőn 117 diák kezdte meg az idei írásbeli érettségi szezont. A tanulóknak 4 óra alatt elsőként egy szövegértési és alkotási feladatot kellett megoldaniuk, ezt követően pedig szövegelemzést végeztek. A Noel elemzés lesz a legnehezebb, de nagyon nem tudom, hogy mi lesz a téma. Bal felső sarok. A diákoknak legfeljebb 4 órán keresztül folyamatosan koncentrálniuk kellett, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból, ehhez sokan édességet vagy szőlőcukrot vettek igénybe. Rengeteg csokoládéval készültem, mert úgy érzem, én ebben látom az erőt. Az országban 1162 helyszínen több mint 114.700-an adnak számot tudásukról a következő napokban, közülük 2317-en Tolna megyében. Szekszárdon volt olyan diák, aki kabalát is hozott az írásbeli érettségi első napjára. Hoztam egy kis képet a családomról, egy ilyen polaroid képet, és a volt osztályfőnökünk csinált nekünk ilyen kis szerencsecsomagot, úgyhogy azt is elhoztam. Idén a szövegértési feladat egy 1999-ben kiadott szótár egy részletére épült. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola diákjai azt mondták, a vizsgát viszonylag könnyen meg tudták oldani. Nem voltak olyan nehezek, de ment. A szövegalkotási részben 2 feladat közül választhattak a diákok, vagy írtak egy érvelést az iskolai memoriterekről, vagy pedig egy hozzászólást fogalmazhattak meg diák önkormányzati képviselőként osztálykirándulásukról. A szövegalkotási feladatban a tanulók idén Szabó Magda novelláról írhattak esszét, de elemezhettek ismert Janus Pannonius költeményt, vagy egy Juhász Gyula verset. A legnépszerűbb, mint minden évben, most is a novella volt. A szekszárdi iskola igazgatója azt mondja, a diákok örülhettek a feladatoknak, mert azokat, ha valaki jól felkészült, nem volt nehéz megoldani. Kíváncsian várom a diákoknak az érzéseit, véleményét, hogy sikerült. Arra biztattuk őket, hogy bátran írjanak, mindenhova írjanak, és ez a látszott is ezen a feladatlapon, hogy kíváncsi a diákoknak a véleményére. Tamásiban is azt mondták a diákok, hogy az idei feladatsor nem volt különösebben nehéz. Én igazából a novellelemzést választottam, mert hát azt is gyakoroltuk be leginkább a 5 év alatt, és úgy gondoltam, elolvastam mind a kettő, és úgy gondoltam, hogy ebből tudnék többet írni és jobban megfogalmazni a gondolataimat. Az írásbeli érettségi vizsgák kedden a matematika középszintű feladatsorral folytatódnak.